Voltam a Güell Parkban. Megnéztem a Sagrada Familiát, és élőben láttam a barcelonai Forma 1-es nagydíjat. De még ennyi program közepetesen feltettelek el titeket, úgyhogy Szabolcs, vettem neked három spanyol sorsélyeket, kapd le és vakard el! Sziasztok srácok, ez itt újra a Koleszkó, és hoppá! Ebben a részben sorsélyeket fogunk kaparni. Egy, kettő és három darab spanyol sorsélyeket fogunk lekaparni, úgyhogy igazából gyertek mögém, és akkor innen folytatjuk. Megvan a megfelelő kamerapozíció, úgyhogy folytathatjuk, és mindenek előtt, aki kitalálja, hogy mi van ennek a kis zöld kaparónak a másik oldalán, azt meghívom egy sörre, írjátok meg kommentbe, és akkor fordítom is. Igazából ez egy szerencseér, mert aki a szerencsevadász érmének tippelt, az rosszul tippelt. Ezt találtam az utcán, úgyhogy reméljük, hogy szerencsét fog hozni. Oké, és menjünk a kisebbtől a nagyobb felé, 1 euró, 2 euró, 3 euró, így látjuk őket. A nyelvezetes, tehát ez spanyol, tehát nem nagyon fogom tudni elolvasni, de meg fogok kitalálni. Banditákat fogunk, igaz, és kicsit belezoomolok, banditákat fogunk kapirgálni, és ezt viszont megpróbálom megfejteni. Valami olyat keresek, hogy 3. Aha. Ha megtaláljuk a sheriff szimbólumot, akkor biztosan kapunk 10 eurót. Egyébként nem tudom. Úgyhogy kicsit bajban vagyunk. Na, meglátjuk, mi lesz. Vagy őt kell lehet megtalálni. Őt nem tudom lekaparni, de szerintem őt kell. Oké, kicsit erősebben kell kaparni. Augustin. Kicsit bejebb hozom, így. Augustin, oké, és... Eloisa. Paco. Elena. Oké, és akkor Eloisát és Pacót szeretnénk megtalálni. Nem pedig Pablót. Bocsánat. És itt van még Alfonso. Ja nem, oké, ő az, akit keresünk. Oké, csak azt nem tudom, hogy le lehet kaparni. És hát sajnos ez így nem nyerő, mert ő nincs meg. Jó, igazából ötletes 1 eurós sorsjegy, teljesen oké. És akkor jön a 2 eurós sorsjegy. Ez egy mini fáraó kincse lehet. És akkor itt is megpróbáljuk megnézni, hogy szimbólumokat akarunk keresni. Itt is vannak ilyen azonnal így erős szimbólumok. Hát szerintem ezt kell a tetejéről megkeresni. Úgyhogy megyünk úgy. Aha, oké, akkor ez egy hoppáféleség lesz. Itt van egy Camello és egy Escorpión. Úgyhogy őket kell megkeresni, és akkor nézzük is tovább. Marco, Barco póló. Mi ez az ilyen kis bárka? Nefretiti alatt van egy Anillo. Egy Egipcó, ez valami rabszolga lehet. Na, vagyunk tovább. Papirus. Scarabeo. Cinco mil. És akkor alá van... aha, doscientos. Alá van írva, hogy mennyi az a pénz egyébként. Fáraón. Nincs itt még amúgy... Nem, csak az a kettő. Tesoro és szól mind nap. 4 euró. Hát akkor tehát gyakorlatilag ez itt megvan nekünk előre mondva, hogyha itt van a Scorpio, akkor a Scorpio alatt mennyi pénz van vajon? Hát nem tudjuk meg, majd Viktor visszaviszi igazából a lottós nénének. És végül, de nem utolsó sorban következik ez a Crucigrama.
Kruci Gama, 3 eurós sorsjegy, és meg le fogjuk szedni itt a betűket, leszedjük a betűket, és igazából amennyi szót találunk, annyi pénzt nyerhetünk, úgyhogy ez nagyon király, hasonlít a német sorsjegyre, amit valaha lekapartunk, úgyhogy nyomjuk is, nyomjuk is. Leszedem az első sort telibe. Megvan. És akkor nyomjuk. Nyomjuk neki. Azt mondja, hogy első sorba. S-O. Hát ott nincsen se O betűm, se E betűm. Akkor a káoszból nincsen. De A betű van. A betű van. Lehetne egy kicsit elütőbb az alja. Na mindegy. Szóval egy A betű van. Aztán megyünk, itt van egy M betű, H betű, M betű nincs, D betű nincs, itt van egy A betű, és T betű is van. Na itt már jobbak vagyunk egy kicsit. Jó, megyünk tovább a következő sorra, a T betű, A betű. B betű nincsen, N betű viszont van. Oké, akkor totem. T-ből 2 is van, M-ből van. Egy U-val meg egy E-vel elég sokat le tudnánk szedni. Itt rögtön van még egy M betű, I betű nincs, S betű nincs egyelőre. Jó, N nincsen, A betű és T betű van. X is van, R betű nincs. Akkor menjünk tovább. T betű, az O betű nagyon-nagyon kéne nekünk. Az nagyon kéne. A betű van, J betű van. Nagyon jó. A bónó, egyébként ötletem sincs, hogy mit jelenthetnek ezek. Habitát jó, azt talán tudnám, de mindegy. Rubi gyémánt lehet, nem mindegy. Menjünk. Akkor U betű nincsen, I betű nincs, L betű nincs, S betű sincs, de T betű az van, azt tudjuk. Jó. Utolsó előtti sor, így viszintesen. Jó, igazából nincsen. És akkor az alsó sorban ennyi? Az alsóból nem is tudunk csak így kaparászni? Kavírnyálni? Nem baj. Akkor leszedjük a következőt. Vagy függőlegesen. Ja, néztem azokat is. Jó, hát akkor menjünk a következő sorra. O betű ott van, E betű jön. I betű is jó, hogy van. U betű is jó, is van. És C is van. Nagyon jó. És akkor most fentről lefele fogok menni. Akkor C betűt tudom. Itt az O betű lesz majd, S betű nincs basszus. Na mindegy, és akkor most fentről lefele menve, R betű az továbbra sincs, U betű lett, annak örülünk, I betű is lett, örülünk, B betű van-e? B betű nincs, és R betű sincs, ez P. Ez pedig ott az O. Jó, akkor következő sor. B betű akkor nincsen, O betű viszont van. N betű. Az N betű is kellett volna, és az sincs, az így bajos. O betű van. U van. Akkor jön a következő. O van. Ez az előbb néztem, akkor E betű nincsen. És S betű sincsen. O betű az van. P van. O betű van. S betű ugye nincs. I betű van. Van sima V? Van-e sima V? Van sima V. Na megvan az első szavunk. Motívum, mint motívum lehet ez. Oda.
O betű van, D betű van, második szó megvan, még egy szó kell, hogy tudjuk nyerni. L betű, ez itt megvan, U betű megvan. Jó, most már kicsapangok viszont. S betű basszus nincsen, és E betű sincs. Ott elég sok kiesik. R betű sincsen, B betű sincsen, I betű van. Aha, szerintem ez így ennyi lesz, úgyhogy megállunk, egy kicsit kameraszögváltás, és akkor folyt köv. Lekapartuk a három darab spanyol sorsanyát, ezen lehet, hogy van nyeremény, de nem tudjuk meg most hirtelen, és akkor egy kis rövidke vélemény, igazából üdes szint volt, nagyon szívesen kaparnék ilyesmiket itthon, gyors pörgős sorsanyák, nekem ez a crosswords-ös, ez a rejtvényes tetszik a legjobban, ez ilyen fáraó kincsére hajaz, úgyhogy ezek voltak a spanyol sorsják, jöhetnek a lájkok, hogyha még szeretnétek ilyen videót, egyébként pedig köszi, hogy itt voltatok, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!